Sziasztok, én Gyulancs vagyok, ez a videó pedig az Inkscape oktató második része, amiben újabb érdekes dolgokkal fogtok megismerkedni. Aki nem látta az első részt, annak javaslom, hogy nézze meg, mert sok minden ott hangzik el, amire most is szükségetek lesz. A mostani részben egy bambabirkát fogunk elkészíteni, úgyhogy vágjunk is bele. Mindenek előtt mentsünk egyet. A bárányhaját körökből fogjuk kialakítani, amiket a meccés pontjaiknál fogunk összekapcsolni. Először közelítsünk rá a lapra. Szerkesszünk egy segédkört, majd a kontroll segítségével ezt a segédkört rajzoljuk körbe különböző méretű szabályos körökkel. Állítsunk be 3 pixel vastagságot a körvonalnak. Szerencsére elég beállítani az első körön, mert igaz lesz a többi körre is. Ha kész vagyunk, eltávolíthatjuk a segédkört, mert a továbbiakban már nem lesz rá szükségünk. Ahhoz, hogy a köröket összetudjuk kapcsolni a meccés pontjaiknál, olyan alakzatokká kell alakítanunk, mintha ceruza eszközzel vagy bézier körvével rajzoltuk volna őket. Ehhez válasszuk ki az eszköztáron felülről a második gombot. Amikor rákattintunk a körre, akkor láthatjuk, hogy még abban a formájában van, amikor a körcikket kedvünk szerint szabályosan tudjuk formázni. Fent kattintsunk erre a gombra. Láthatjuk, hogy megváltozott a kör, mostantól már úgy viselkedik, mint a rajzolt alakzatok. Jelöljük ki a többi kört is, és ismételjük meg velük is az átalakítást. Most új pontokat fogunk a körökhöz adni a meccés pontokon, ami pedig nem kell, le fogjuk törölni. Ha a kontrollt nyomjuk, miközben görgetünk az egérrel, akkor tudunk zoomolni anélkül is, hogy rákattintanánk a nagyító gombra. Fontos, hogy csak egy kör legyen kijelölve. Ahova új pontot szeretnénk létrehozni, ott kattintsunk duplán. Készítsünk minden meccés pontnál pontokat az egymás melletti körökön. Ha kész vagyunk, jelöljünk ki egy kört. Jelöljük ki azokat a pontokat, amiket most készítettünk, és azokat is, amelyek a belső részre esnek, majd nyomjuk meg fent a 6. gombot. Tegyük meg ezt a többi körrel is, amíg nem kapunk egy felhőt. Most pedig össze fogjuk kapcsolni a meccés pontokat. Jelöljünk ki 2 egymás melletti kör részletet, és a Shift segítségével jelöljük ki a közöttük lévő 2 pontot, fent pedig nyomjuk meg a 3. gombot. Ismételjük meg ezt a többi ponton is, amíg az egész nem lesz egy alakzat. Figyeljünk rá, hogy zárt alakzatot kapjunk, azaz, hogy az összes ilyen pont össze legyen kapcsolva. A végén egy kicsit nyomjuk össze az alábbi módon. Most meg fogjuk rajzolni a bárány pofiát. Ehhez egy olyan négyszögre lesz szükségünk, aminek le fogjuk kerekíteni a csúcsait. Ha a kontrollt folyamatosan lenyomva tartjuk, akkor szabályos négyzetet tudunk létrehozni, egyébként pedig olyan lesz, amilyet húzunk. Ugyanúgy tudunk neki körvonal vastagságot, színt és kitöltő színt állítani, mint a köröknek vagy más alakzatoknak. Fent tudunk neki pontos magasságot és szélességet állítani. RY-nál és RX-nél a csúcs kerekségén tudunk állítani, X illetve Y tengelyen. Beírhatjuk, hogy miért szeretnénk, illetve a kis nyilakkal tizedes értékeket tudunk állítani.
megragadva a kis köröket a négyzeten, szabadkezőleg is be tudjuk állítani a csúcskerekségét, illetve fent az utolsó gombbal újra hegyessé tudjuk tenni a csúcsokat. Szóval válasszuk ki az eszköztáron felülről a hatodik gombot, és úgy húzzuk meg a négy szöget, hogy a tetaja beleírjen a felhőbe. Állítsuk be a négyzetet a hajrész közepére, az igazítás és elrendezés külön, az igazítás részen a harmadik gomb megnyomásával. Kerekítsük megfelelő formájúra a bárány pofiát, majd töröljük ki, ami nem kell. Kicsit toljunk a két felső ponton. Most pedig el fogjuk készíteni a bárány szemeit. Húzzunk egy kört, másoljuk, és méretarányosan kicsinyítsük a másolatot. Hozzuk őket egy magasságra. A hajat a szem mögül eltüntetjük. Készítsünk a két szemből szerkeszthető alakzatokat, majd a meccéspontjukhoz, a kisebb méretű szemre két új pontot helyezzünk. Tüntessük el a nagyobb körbe belelógó részt. Ezután rajzoljuk meg a szembogarakat. Készítsünk egy teljesen fekete kört, amit másoljunk. A másolatot pedig méretarányosan kicsinyítjük le. Az egyik szembogarat másolva készítsünk orjukakat. Készítsünk csoportot a szemekből, és illesszük a pofi közepére. Ahol kell, igazítsuk meg a haját a barinak. Most el fogjuk készíteni a bari füleit olyan módon, hogy háromszögöket fogunk fülformájúra alakítani. Ehhez kattintsunk az eszköztáron a 9. gombra, amin egy 5-szög és egy 3-szög van. Mint ahogy az ikon is mutatja, itt sokszögeket és csillagokat tudunk készíteni. Először lássuk a sokszöget. Mind a sokszögeknél, mind a csillagoknál, ha akarjuk, ha nem, szabályos formát fogunk készíteni. Fent be tudjuk írni, hogy hány csúcsa legyen a formának. A lekerekítésnél annak a mértékét tudjuk állítani, hogy mennyire legyenek lekerekítettek a sarkok. Ha nulla, akkor hegyesek lesznek. A véletlenszerűség részben azt tudjuk módosítani, hogy a csúcsok és a vonalak mennyire legyenek véletlenszerűen elrendezve. A formának kiskört megragadva tudunk még csavarni a dolgokon. Fent, ha a csillaggombra kattintunk, a sokszögünkből csillag lesz. Az ágarány részben az alapponti és csúcsponti sugár egymáshoz képest vett arányát tudjuk állítani. Természetesen itt is működik a lekerekítés és a véletlenszerűség rész. Ezeknek a formáknak is állíthatunk körvonalszint, vastagságot és kitöltőszint. Most rajzoljunk egy háromszöget, aminek a körvonal vastagságát állítsuk 3 pixelre. Állítsuk be a háromszöget is szerkeszthető alakzatnak a már ismert módon. Egy kis igazgatás után tüntessük el azt az oldalát, ami a bari fejéhez van a legközelebb. A csonka háromszög tetejét kerekítsük, az alján pedig készítsünk egy hullámot. Ceruza eszközzel rajzoljunk egy belső fővonalat, aminek állítsunk 3 pixel vastagságot. Ezt a vonalat is hajlítsuk meg egy kicsit. Jelöljük ki a külső és a belső fülvonalat, készítsünk belőle csoportot, majd másoljuk a fej másik oldalára. Az eszköztáron a fekete kurzoros gombra kattintva, fent a 6. gombbal tudjuk tükrözni vízszintesen a fület. A két fület kijelölve, az igazítás és elrendezés panelen a megfelelő gombra kattintva, hozzuk őket egy magasságra.
Készítsük el a body bundáját, ugyanúgy, ahogy a hajrészt csináltuk, csak segédkör helyett használjunk segédnégyszöget. Készítsük el a lábakat. Ceruzaeszközzel húzzuk meg a lábszár egyik vonalát, aminek állítsunk 3 pixel vastagságot. Másoljuk ezt a vonalat, és készítsünk egy félkört. Rendezzük a jobb oldali egyenest a félkör jobb oldalához. A kontrollt folyamatosan lenyomva, a jobb oldali vonal alsó pontját húzzuk a félkör aljához, a bal oldalét pedig a tetejéhez. A félkört állítsuk szerkeszthetőbb alakzatra a már ismert gombbal. A bal lábzár vonal aljához hozzunk létre egy új pontot, majd tüntessük el ezt a részt. Ahogy a hajnál is csináltuk, vonjuk össze a félkör részt a két vonallal. Ceruza eszközzel rajzoljunk egy egyenest a félkör végéhez közel, és állítsunk benne ki is 3 pixel vastagságot, majd hajlítsuk meg. Ennek a vonalnak az aljához készítsünk egy új pontot a félkörön. A talp legszélső pontját kontroll segítségével toljuk egy kicsit feljebb. Készítsünk egy új pontot e közé és az utoljára elkészített pont közé. Fogjuk ezt a pontot és toljuk a meghajlított egyenes irányába. Ha ez megvan, nyomjuk meg fent a negyedik gombot, ezzel szétszedjük két felé ezt a pontot. Az alsó pontot kapcsoljuk a meghajlított egyenes alsó pontjához. Ceruza eszközzel rajzoljuk meg a patta kontúrját. Ennek a vonalnak is állítsunk 3 pixel vastagságot, majd hajlítsuk meg. Hozzunk létre egy pontot a félkör részen a meghajlított vonal aljánál. Ezt a pontot bontsuk két részre. Az egyik pontot kapcsoljuk hozzá a meghajlított vonalhoz, a másikat pedig egy kicsit toljuk feljebb. Fent is tegyünk ugyanígy, csak az utolsó lépésben a pontot lefelé toljuk. A bal lábszár vonalon alakítsunk ki egy kicsit nagyobb hajlatot. Másoljuk a lábat, majd tükrözzük vízszintesen, végül pedig hozzuk egyforma magasságba a két lábat. Készítsünk csoportot a két lábból, majd élesszük a bunda közepére őket. Másoljuk ezt a csoportot, majd bontsuk. A baloldali lábat helyezzük a birka bal oldalára, majd forgassuk el jobbra 90 fokkal, fent az ötödik gomb megnyomásával. Ezután illesszük a testhez. A jobb lábat pedig forgassuk el 90 fokkal balra, fent a negyedik gomb megnyomásával. Aztán igazgassuk jó helyre a két lábat. Igazítsunk egy kicsit a barin. Nyomjuk összébb a testet, vegyük kisebbre a másik lábait, és tüntessük el a nem kellő részeket. Alakítsunk egy kicsit a lábain is, majd a mellső lábak fölé rajzoljunk egy kis gyapjat. Ezzel elkészült a kontúrvonal megrajzolása. Most egy kicsit izgalmasabbá fogjuk tenni a kontúrt. Az
Az eszköztáron válasszuk ki felülről a második gombot, majd jelöljünk ki egy vonalat a bárányon. Fent válasszuk ki ezt a gombot, majd egy kicsit rángassuk meg a vonalat. Csináljuk meg ugyanezt a bárány egész kontúrvonalán. Most, hogy kész a kontúr teljesen, színezzük ki bézier körpével, ahogy azt a katizás videóban mutattam. Olyan színeket használjatok, amilyet csak szeretnétek. Valaki kérdezte, hogy hogy lehet árnyékolni, úgyhogy most megmutatom. Ahogy a színek is egy-egy alakzatot jelentenek, az árnyékolt részek is annak számítanak. Vagyis meg kell rajzolni az árnyékolt részeket, mondjuk bézier körbével. Rajzoljunk a patán egy ilyen árnyékrészt, majd vegyünk fel egy kicsit sötétebb barnát, mint amilyen eredetileg, és pécsdalonnal helyezzük a kontúr alá. Haladjunk végig ugyanígy az egész bárányon. Készítsünk a bárány alá füvet. Húzzunk egy ellipszist, válasszunk neki egy szép zöld színt, és helyezzük a bárány alá. A kitöltés és körvonal panelen található a blur effektet állító kis csúszka. Minél magasabb értéket állítunk itt be, annál jobban el lesz mosodva az alakzatunk széle. Tetszés szerint állítsátok be, hogy mennyire szeretnétek elmosni a bárány alatti füvet. Húzzunk egy kisebb és keskenyebb ellipszist, és adjunk neki sötétebb zöld színt. A kitöltés és körvonal panelen, az opacity részben az alakzat láthatóságát tudjuk állítani, ugyanúgy, mint a blur effektet. Állítsuk be, hogy ne legyen teljesen látható, és hogy egy kicsit el legyen mosódva. Helyezzük most ezt a bárány alá, és a nagyobb füves rész fölé. Készítsünk pár világosabb füves részt is.
Jelöljük ki azt a füves részt, amit először hoztunk létre, és készítsünk egy másolatot. A kitöltés és körvonal panelen a fél részen kattintsunk a harmadik gombra. Ez az egyik módja annak, hogy átmeneteket hozzunk létre. Az eszköztára felülről a második gombra nyomva megjelenik a lehetőség, hogy állítsunk ennek az átmenetnek az irányán és mértékén a kis körrel és négyzettel. A kis kör és négyzet közötti rész lesz az átmenet, és mindig arra fog állni, amerre a kis kör van a négyzethez képest. Állítsuk, hogy ugyanott legyen az átmenetes rész és a füves rész, de figyeljünk rá, hogy az átmenetes rész kerüljön felülre. Végül készítsünk egy ugyanolyan sötétebb zöld ellipszist, mint amilyet már egyszer készítettünk, csak ez legyen kisebb, és kerüljön a másik lábak alá. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem tetszett, és sikerült elkészítenetek. Ha valami mégsem volt érthető, nyugodtan kérdezzétek meg, és megpróbálom jobban elmagyarázni. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!